Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió fél hatos híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Március 15-e van Kristóf névnapja. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei röviden. Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc hőseire emlékezik a világ magyarsága. Magyarország szabad és szuverén ország, és az is marad, mondta ünnepi beszédében Orbán Viktor magyar miniszterelnök Budapesten. A gázolaj olcsóbb lett, a benzin azonban tartja az árát a jövő héten is Szerbiában. A bajor miniszterelnököt fogadta Belgrádban Alekszandar Vučić, Bajorország határozottan kiáll amellett, hogy Szerbia mielőbb az EU tagjává váljon. Március 15-e van, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékezik ma a magyarság. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye. 176 éve március 15-én mozgósították az egyetemi ifjúságot, felolvasták a 12 pontot, amelyet később a nemzeti dallal együtt, cenzori engedély nélkül kinyomtattak. Ez a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja. Vajdaságban idén is Szabadkán rendezik meg a központi ünnepséget az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére. Loboda Árpád kollégám a Jádrán színpadnál van, most hozzákapcsolunk a részletekért. Szia Árpád, mikor kezdődik a műsor és mire számíthat a közönség? Szia Gertrud, köszöntöm a híradó nézőit a Jadrán színpadról, Szabadkáról, ahol 18 órakor veszik kezdetét az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett vajdasági központi ünnepség a Vajdasági Magyar Szövetség rendezésében. A rendezvényen ünnepi beszédet mond Nobilis Márton Pál, a Magyar Agrárminisztérium államtitkára, valamint dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. A beszédek után bemutatják a Talentum Tehetség Gondozó Művészeti Egyesület előadásában az Itt az Idő elnevezésű alkalmi műsort. Az ünnepséget a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élőben közvetíti. Gertrud? Loboda Árpád, köszönjük szépen! Magyar Ittabén istentisztelettel, ünnepi műsorral és a Kossuth szobor megkoszorúzásával emlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire. Kossuth legdélebbi szobrát 120 évvel ezelőtt állították fel a helybeli polgárok. Több mint 30 évtizede a délvidéki magyarság itt tartja a március 15-i központi ünnepségek egyikét. A megemlékezés a református templomban istentisztelettel kezdődött. Kovács Csaba helyi lelkész hirdette az igét. A Kossuth szobornál alkalmi műsort mutattak be, majd Magyar József Magyarország belgrádi nagykövete felolvasta Orbán Viktor magyar kormányfő határon túli magyarokhoz intézett levelét. Kerekes József, a VMS alelnöke ünnepi beszédében az emlékezés fontosságát hangsúlyozta. Igaz, hogy 120 éve lett felállítva a Kossuth szobor, amire nagyon büszkék vagyunk, de hát tudjuk, hogy 120 éves csak a talapzat, mert sajnos 9 évvel ezelőtt ellopták a Kossuth szobrot, de ez is csak azt jelképezi, hogy mennyire tudunk összefogni, összetartani, és egy év alatt sikerült új szobrot állítanunk. Ez az összefogás azt jelképezi, ami az itteni magyarságnak fontos, egy kis szorván közösségnek még fontosabb, és ezért is tartjuk fontosnak, hogy ilyenkor itt Magyar Ittabén emlékezzünk meg erről az ünnepségről. A legdélebbi Kossuth szobor a történelem viharaiban máig megmaradt, annak ellenére, hogy kétszer is meggyalázták. Mikor lelökték a talapzatáról, akkor a helybéliek bújtatták, hogy később újra felállíthassák, amikor pedig ellopták, újat helyeztek a helyére. A magyar ittabélyek minden tiszteletet megérdemelnek, hogy óvták a Kossuth szobrot, illetve hogy a mai napig megemlékeznek 48-49-es hőseinkről, hogy ápolják a magyarságukat, ápolják kultúránkat. 1848-49-es szabadságharcból azt tanulhatjuk mi, ma élő magyarok, hogy ha összefogunk, akkor minden lehetséges, és félre kell tenni
az apróbb különbözőségeket, és arra kell összpontosítani, hogy mi az, ami összeköt bennünket, és ez az összefogás nélkülözhetetlen ahhoz, hogy meg tudjuk valósítani a céljainkat. Ez így volt 48-ban is, így van azóta is, és így lesz a jövőben is. Magyar Itabét és a magyarországi békés városát több száz éves közös múlt köti össze, nem véletlen, hogy ezúttal is együtt ünnepeltek. Annak idején 44 békési család telepedett itt le Magyar Itabén, azóta is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. 18 éves lesz jövőre, mondhatnánk, hogy nagykorú lesz az a testvér települési szerződés, amit annak idején aláírtak elődeink. És most, hogy a kultúra mellett itt egy egész hétvégét itt fogunk tölteni, ugye vannak a Magyar Itabei téli napok, itt vannak a békésiek is, óriási megtiszteltetés is emellett, hogy együtt ünnepelhetjük, illetve megemlékezhetünk a szabadságharcosainkra. Magyar Itabé református többségű közösség, amely osztozik a szórványvidéken élők sorsával. Őseink 120 évvel ezelőtt pontosan felállították Kossuth szobrot. Tehát ennek a szellemébe mi is továbbra itten, akik itt maradunk, arra törekszünk, hogy hát ezt a kis csöpnyi magyarságunkat megtartsuk, összetartsuk, és én gondolom, hogy hát elég jól is csináljuk. Tehát a helyi közösség tanácsa mindent megtesz annak érdekében, hogy hát a szervezeténk működjenek, hogy hát a magyarságunk megmaradjon itten, mert én gondolom, hogy ettől fontosabb nincs. A megemlékezés végén Magyar Itabé polgárai, az anyaország küldöttsége, a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Szövetség, a vajdasági önkormányzatok, valamint egyesületek és civil szervezetek képviselői elhelyezték a kegyelet virágait. Katonai tiszteletadás mellett vonták fel a nemzeti lobogót a március 15-i nemzeti ünnepen pénteken délelőtt Budapesten a Kossuth Lajos téren. A lobogót Súlyog Tamás magyar köztársasági elnök és Kövér László az országgyűlés elnöke jelenlétében a himnusz hangjaira a honvédség díszegysége vonta fel az országház előtt. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a lovas díszegység. Az ünnepélyes rendezvényen részt vett a magyar kormány több tagja, továbbá az állami és katonai szervezetek és a diplomáciai testület képviselői. 1848. márciusában Európa lángokban állt, vér folyt a fővárosok utcáin, Bécsben barikádokon harcoltak. Elevenítette fel Orbán Viktor a jeles év tavaszi eseményeit a Budapesti Múzeum kertben. Mit csináltak a magyarok? Verset írtunk, 12 pontot szerkesztettünk, átsétáltunk Pestről Budára. Ez volt az első békemenetünk. Kiszabadítottuk az első politikai foglyokat, színházba mentünk, elénekeltük a nemzeti dalt, és estére győztünk, sorolta beszédében a magyar kormányfő. A magyar forradalom nem romboló, hanem építő. A végén nem halál, hanem élet sarjad belőle. Ilyen a forradalom, ha magyar fiatalok csinálják. Nem az a kérdés, hogy milyen világot hagyunk a gyerekeinkre, hanem hogy milyen gyerekeket hagyunk a világra, mondta beszédében Orbán Viktor. A márciusi ifjak tudták, hogy haza csak addig van, amíg van, aki szeresse. A haza az ugyanis állandó fenyegetettség árnyékában él. A magyar hazát csak és kizárólag polgárai szeretete, a szívek ereje tartja fönn. Ez tesz bennünket különlegessé, hangsúlyozta a magyar kormányfő. A nyugati világban ma emberek milliói élnek úgy, mint aki a semmiből jön, és a semmibe megy, tette hozzá. Vágyakozunk a csendes, nyugodt és biztos élet örömei után. Megszerezhetjük, és biztos vagyok abban, hogy meg is adja ezt nekünk a Jóisten. De előtte volna itt még egy kis munka. Láthatjátok és hallhatjátok, barátaim, Európa ma nem csendes. Egyre hangosabb. Európa népei ma Brüsszeltől féltik a szabadságukat. Épp úgy, mint Petőfiék idejében. Olyasmit akarnak ránk kényszeríteni, amire nem áll rá a magyarok keze. Olyasmit, ami a magyar szellem számára kárhozatos, olyasmit, ami idegen a magyar élettől. Be akarnak bennünket préselni egy háborúba, migránsokat akarnak a nyakunkba sózni,
és át akarják nevelni a gyerekeinket. A magyar baloldal követtör, mi viszont katedrálist építünk, mondta Orbán Viktor. Emlékeztetett, hogy Brüsszel, illetve az Európai Unió nem az első birodalom, amelyik szemet vetett Magyarországra. Nem fogadjuk el, hogy Brüsszel elhagyta, sőt szembefordult az európaiakkal, hangsúlyozta a magyar miniszterelnök. De mi nem megyünk háborúba, nem engedjük be a migránsokat, és nem adjuk oda a gyerekeinket sem. Ez olyan egyszerű, mint az egyszered, és olyan világos, mint a nap, mert Magyarország szabad és szuverén ország, és az is marad. A magyar miniszterelnök kifejtette, háború vagy béke, ez a közelgő európai parlamenti választás tétje, amely június 9-én lesz. Vajdaság szerte számos településen emlékeztek az 1848-49-es magyar forradalom hőseire. Híradunk második felében ezekről az ünnepségekről részletesen is beszámolunk. Olcsóbb lett a gázolaj, a benzin azonban tartja az árát a jövő héten is. Nyilvánosságra hozták a legújabb üzemanyag árakat, amelyek egy héten át jövő péntekig érvényesek. Egy liter dízel 199 dinárba kerül, ami 3 dinárral olcsóbb az előző heti díjszabáshoz képest, miközben a benzin ára nem változott továbbra sem. Literje 185 dinár, az új árak 15 órától érvényesek. Ma van a Fogyasztói Jogok Világnapja. Az elmúlt másfél évben Szerbiában mintegy 5000 ellenőrzést végeztek a piaci felügyelők, közölte a Kereskedelmi Minisztérium. Azt is bejelentették, hogy hamarosan folytatódik a Jobb Ár újabb kampánya. Tomislav Momirović a szerb közmédia műsorában elmondta, az eddigi akciók jelentősen hozzájárultak az infláció csökkenéséhez. A szerb bel- és külkereskedelmi miniszter hozzátette, hogy a Jobb Ár akció eddig 36 termékcsoportot érintett, és ezek olyan termékek, amelyeket minden ember vásárol. Ilyenek a tej, a joghurt, a pelenka és számos higiéniai termék. Most további kereskedőkkel, gyártókkal és beszállítókkal tárgyalnak a Bolyacena akció bővítése céljából. A kormány és a szerb nemzeti bank közös tevékenységével sikerült leszorítani az inflációt, de addig nem állunk le, amíg az infláció 3% alá nem süllyed, szögezte le Tomislav Momirović. Március 19-én kedden folytatódnak a Belgrád és Pristina közötti tárgyalások, nyilatkozta újságíróknak Peter Stano, uniós szóvivő. Kiemelte, hogy Miroslav Lajcsák uniós külön megbízott hívta tárgyalni a feleket. Közben Gabriel Escobar, az USA nyugat-balkáni külön megbízottja Albin Kurtival egyeztetett. Elmondta a koszovói miniszterelnöknek, hogy aggályosnak tartja a dinár beszüntetését, mert az humanitárius kérdés. Megnehezíti az ott élő szerbek életét. Reméli, hogy Kurti mielőbb megoldást talál a kialakult helyzetre. Escobar is megerősítette, hogy Belgrád és Pristina tárgyalói kedden ülnek asztalhoz. Markus Söder bajor miniszterelnököt fogadtam a Belgrádban, Alexander Vučić. A bajor miniszterelnök és a szerb államfő négy szem közt tárgyalt a hosszú távú együttműködés lehetőségeiről. Söder átvette a szerb köztársaság érdemrendjét. Vučić a találkozót követő sajtótájékoztatón azt mondta, Bajorország rendkívül fontos Szerbia számára, így egyebek mellett hamarosan megalakulhat a szerb-bajor vegyes bizottság, és fejleszteni szeretnék az együttműködést a mesterséges intelligencia és a robotika, valamint az ipar területén. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban is egyeztettek, a szerb államfő szerint a világnak két forgatókönyve van, egy harmadik világháború, vagy egy hosszú távú tűzszünet Ukrajnában. A bajor miniszterelnök kijelentette, Szerbia a Nyugat-Balkán kulcsfontosságú országa, Bajorország fontos és stabil partnere. Markus Söder elmondta, Bajorország határozottan kiáll amellett, hogy Szerbia mielőbb az Európai Unió tagjává váljon. Oroszországban ma megkezdődött az elnökválasztás, amelyen 6 évre választják meg az ország legfontosabb közjogi méltóságát. A szavazólapon 4 név szerepel. A felmérések szerint a választás egyértelmű esélyese Vlagyimir Putyin hivatalban lévő elnök, aki számára 2020-ban végrehajtott alkotmányreform lehetővé tette, hogy az eddigi 4 elnöki ciklusa után akár még 2-szer jelöltesse magát a tisztségre. Ez az első 3 napos elnökválasztás
választás Oroszországban, amelyen lehetővé tették az online szavazást, és amelyen részt vesznek az Ukrajnától a tavaly megrendezett referendum nyomán elcsatolt 4 régió lakói is. Nézzük a híradó további témáit. Vajdaság szerte rendezvényeket tartottak a márciusi ifjak tiszteletére. Az UEFA Nyoni székházában kisorsolták a labdarúgó bajnokok ligája negyeddöntős párosításait. Mezőgazdasági lakossági fórumon tartottak csütörtök este Királyhalmon. Az eseményen a VMS szakpolitikusai tájékoztatták a helyi termelőket a mezőgazdasági minisztérium, a tartományi mezőgazdasági fejlesztési alap, illetve a tartományi mezőgazdasági titkárság aktuális pályázati lehetőségeiről. Sokan voltak kíváncsiak a pályázatok, illetve az egyéb aktuális mezőgazdasági témák részleteire a Királyhalmon megtartott lakossági fórumon. A Vajdasági Magyar Szövetség szakpolitikusai már hetek óta járják a terepet, és igyekeznek mielőbb választ, illetve megoldást találni a gazdák által felvetett kérdésekre és problémákra. Szembesülünk azokkal a problémákkal, amelyekkel ők szembesülnek nap mint nap, és így tudjuk igazából detektálni azokat a problémákat, amelyek a terepen jelentkeznek. Ezeket igyekezünk, tehát amennyiben nem tudunk a helyszínen válaszolni ezekre a kérdésekre, akkor a lehető legrövidebb időn belül megoldást találni rá. A királyhalmi gazdák a tartományi mezőgazdasági titkárság aktuális pályázatairól is tájékozódhattak a lakossági fórumon. Egy hete van annak a tartományi mezőgazdasági titkárságnak nyitva azok a pályázati lehetőségei, ami konkrétan a kisgazdaságokat érintik, ugye a feldolgozás vonatkozásába, az eszközvásárlás vonatkozásába és az állattartók vonatkozásába írtunk ki 3 nagy csoportba pályázatokat, ez összesen 600 millió dinár értékű. A gazdák egészen április 5-ig tudnak pályázni, és 60% vagy 70%-os költségvisszatérítéssel tudnak fejleszteni a gazdaságukban. Hamarosan pedig újabb tartományi pályázatok is megjelennek, amelyek az öntöző rendszerek fejlesztésére, az állatállomány vásárlására és a fiatal gazdák startup támogatására terjednek majd ki, tette hozzá Ótot Róbert. Palicson is megemlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról. A Magyar Művelődési Központban alkalmi műsort szerveztek. Felléptek a Palics Magyar Művelődési Egyesület szakosztályai, a Hajdújárási Livka Sándor Művelődési Egyesület és a Ludasi Ludas Matyi Művelődési Egyesület tagjai. Színpadra lépett még Nyers Bakor Ramona szólóénekes. A zenei kíséretet pedig a Juhász zenekar biztosította. Az 1848-49-es levelezésekből és naplórészletekből vettünk ki részeket, amelyek felolvasásra kerülnek, ezek lesznek az összekötő szövegek, úgyhogy egy kicsit próbáljuk elmélyíteni a tudást a 48-as forradalom és szabadságharc eseményeiről és hőseiről, és természetesen emellett elhangoznak azok a közkedvelt és közismert dalok és versek, amelyek ugye igazából ünneppé teszik számunkra a mai napot. A Szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium minden évben megemlékezik a márciusi ifjakról. Idén sem volt ez másképp. A diákok a Szabadkai Városi Könyvtár épülete előtt tartottak megemlékezést. A műsor egy beszéddel kezdődött, ami a 48-as eseményeket tárta a hallgatóság elé. Ezt követően elhangzott a nemzeti dal, miközben az iskola sportszakos diákjai egy élő obeliszket jelenítettek meg a főtéren, ami a Kaponyai csata néhai emlékművét hivatott jelképezni. Helyszínül azért választották a könyvtár előtti teret, mert az 1899-ben felállított emlékmű, amelynek tetején egy turul madár is ékeskedett, egykor ezen a helyen állt. Úgy döntöttünk, hogy ide erre a helyre jövünk, mert itt van egy olyan kandelláber, ami gyakorlatilag majdnem pont azon a helyen állt az obeliszk. Itt tartottuk a kis megemlékezést, és felkötöttünk egy koszorút a kandelláber. És ennek az apropója az lett, hogy Gubás Ágot az Aras című heti labba, illetve folyóiratba megjelentetett egy cikket erről, meg a tevékenységünkről is, aminek nagy vígszhangja volt, és ekkor döntöttünk úgy, mindenekelőtt a történész kollégák, hogy minden évben a kosztolányos gyerekek ide jönnek, és itt fognak emlékezni. Az idén is ide jövünk, és ide emlék, és itt fog
fogunk emlékezni egy különleges kosztolányos műsorral, aminek lesz egy hivatalos, egy protokoláris, de lesz egy performance része is. A Petőfi szobor megkoszorúzásával és a Szabadságharc című előadás bemutatásával emlékeztek csütörtök este Újvidéken és a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban. Hagyományosan először Petőfi Sándor mellszobrának megkoszorúzásával kezdődött az ünnepi megemlékezés Újvidéken, a nemzeti költőnk és forradalmárunk nevét viselő művelődési központban. Nagyon örülünk, hogy a hosszú szünet után, tehát a Covid és a felújítás után most újra ünnepelhetünk. Hát tavaly márci-májusban lett megnyitva az épületünk, tehát ez a felújítás után az első március 15-i ünnepségünk. Nagyon fontos ez az újvidéki magyarságnak, és azt hiszem, hogy az üzenet is az, hogy összefogni, barátkozni, együtt lenni. Békére, szabadságra és egyetértésre van szükségük az újvidéki magyaroknak, mondta Elvicsek Anna Mária a megemlékezésen. A VMS újvidéki városi szervezetének elnöke kiemelte, március 15-e a vajdasági magyarság egyik legjelentősebb, legszebb ünnepe, amely a nemzeti öntudatunk egyik alappillére. Azt a szabadságvágyat ünnepeljük, ami akkor jellemezte a fiatalokat. A mai embernek nem az a feladata, hogy az utcára vonuljon, és lázongva a rendnek a bontását, vagy a rendszernek a lebontását kérje, hiszen a vajdasági magyarságnak vannak olyan legitimen megválasztott képviselői, akik azoknál az asztaloknál tudnak tárgyalni, és a számunkra jó döntések meghozatalát elősegíteni. Az identitás megőrzés, az anyanyelvünk, a kultúránk, a hagyományaink tisztelete és ápolása, a jó életkörülmények, a megélhetés megteremtése, azok a helyi projektek támogatása, amelyek jobb életminőséget biztosítanak. Ez a VMS kitűzött célja, mondta el Bájígy Borisz, a párt új alelnöke. Úgy gondoljuk, hogy a kitaposott úton kell folytatni a munkát. Továbbra is az identitás megőrzés, az egzisztencia teremtés, az olyan helyi projektek, amelyek az életminőséget fogják javítani helyi szinten, lesznek továbbra is a prioritások, de új energiák is felszabadultak a VMS-en belül. Az ünnepi beszédek után a Szabadságharc című előadást mutatta be Tóth Péter Lóránt versvándor, a magyar kultúra lovagja és Kálló Béla Jászai Mari díjas színész. Az 1848-as 49-es forradalom és szabadságharc eseményeibe két barát, Arany János és Petőfi Sándor életének történésein keresztül kapott betekintést a közönség. Az UEFA Nyoni székházában kisorsolták a labdarúgó bajnokok ligája negyeddöntős párosításait, és kialakultak az elődöntő ágai is. A legjobb 8 között az Arsenal a Bayern Münchennel találkozik. Az Atletico Madrid a Dortmund csapatát kapta ellenfélnek, míg a másik spanyol csapat a Real Madrid a Manchester City-vel csap össze, a Paris Saint-Germain pedig a Barcelonával mérheti összetudását. Tovább jutás esetén az elődöntőben az Atletico Madrid Borussia Dortmund mérkőzés győztese a PSG-vel vagy a Barcelonával kerülhet szembe. A másik ágon pedig az Arsenal Bayern összecsapásból győztesként kikerült csapat a Real Madriddal vagy a Manchester City-vel nézhet majd farkas szemet. A negyeddöntő első mérkőzései április 9-én és 10-én lesznek. Eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc hőseire emlékezik a világ magyarsága. Magyarország szabad és szuverén ország, és az is marad, mondta ünnepi beszédében Orbán Viktor magyar miniszterelnök Budapesten. A gázolaj olcsóbb lett, a benzin azonban tartja az árát a jövő héten is Szerbiában. A bajor miniszterelnököt fogadta Belgrádban Alekszandar Vučić, Bajorország határozottan kiáll amellett, hogy Szerbia mielőbb az EU tagjává váljon.
Köszönjük figyelmüket, maradjanak továbbra is a Pannon televízióval, hisz hamarosan kapcsoljuk a Szabadkai Jádrán színpadot, ahol 18 órakor kezdődik a március 15-i vajdasági központi ünnepség, 20 órakor pedig újra híradóval várjuk Önöket. Viszontlátásra!